Fábián Adrián az Állam és Jogtudományi Kar új dékánja, akivel a jogi karon beszélgetünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Miért pályázott a dékáni pozícióra? Ennek több oka is volt. Az egyik oka az volt, hogy úgy éreztem, hogy kellően felkészültem a dékáni feladatra, az ezzel járó kihívásokra, hiszen már hat éve DK7-esként működtem a jogi karon. A másik pedig az, hogy úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy meg tudom valósítani azokat a terveimet, elképzeléseimet, amelyek meglátásom szerint segítenek ahhoz, hogy a jogi kar a továbbiakban is fejlődjön, és megfeleljen a XXI. század kihívásainak. Mi az, amit folytatni szeretne az előző vezetés gyakorlatából? Én inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy mi az, amit esetleg újrakezdenék, amit megerősítenék, a, amit más pályára állítanék. Én szeretném tartalmilag a jogászképzést, a pécsi jogászképzést valóban, a kor követelményeinek megfelelő helyre pozícionálni. Ez azt jelenti, hogy nem csak új tantárgyakat, új ismereteket szeretnék a hallgatók számára biztosítani, hanem azokat a jogászi készségeket, képességeket szeretném kibontakoztatni, amelyek a munkaérő piacon ma már elengedhetetlenül szükségesek. Mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kívánja fektetni a karvezetése során? Szeretnék következetes, kiszámítható és követhető viszonyokat szabályozottságot teremteni, a kollégák számára egy kalkulálható jövőképet biztosítani, a hallgatók számára pedig olyan körülményeket és olyan ismereteket, olyan képzési programokat és struktúrát, amelyekben mindenki megtalálja maga számítását. Hogyan látja jelenleg a Pécsi jogi kar helyzetét? A Pécsi helyzetét több szempont is befolyásolja, és nem tagadom, hogy felfogásom szerint ezeknek a szempontoknak a többsége nem pozitívan érinti a Pécsi kart. Egyrészt a regionális elhelyezkedésünk. Dél-Dunántúli régió kellős közepén vagyunk a Pécsi Egyetemmel együtt, ez hordoz már magában bizonyos hátányokat, ugyanis nem Pécs a főváros, ez a jogászképzésben is érzékelteti a hatását. A hallgatóink 95%-a Költségtérítéses képzésben vesz részt. Másrészt, tehát a regionális és a vidéki létből fakadó hátrányok mellett az állami finanszírozás módja és mikéntje is hátráltat minket, de én abban hiszek, hogy vidéki jogi karként is úgy tudunk megjelenni a felsőtatásban, a jogászképzésben, hogy azért érdemes Pécsre jönni, mert itt olyan képzésben, olyan módon vehet részt a hallgató, amelyben talán más az országban nem. Én azt szeretném, hogy ez lenne a Pécsői kar vonzereje. Melyek ma a szakma aktuális kérdései? A szakmának több aktuális kérdése van, amelyek sajnos a jelenlegi jogászképzésben csak periférikusan jönnek elő, de borzasztó fontosak. Infokommunikáció és technológia. Minden hallgatónk zsebében ott van egy okostelefon, amely számosan jogi kérdést vet föl, amelyel nem biztos, hogy találkoznak a energetika, energetikai jogkérdései, ugye a paksi bővítéssel kapcsolatosan a mi régiónkban hatványzottan fölmerülnek, erre próbálunk is odafigyelni. Adatvédelem kérdése, ugye a talán közismert GDPR életbelépésével is számos olyan jogi kérdés merül fel, amelyek aktualitása szerintem vitatatatlan. Az más kérdés, hogy a hallgatóink ehhez hogyan tudnak végzett jogászként alkalmazkodni, itt is vannak követelmények. Ma már tudomásul kell venni, hogy egy világnyelv, különösen az angol nyelv megfelelő szinti ismerete az elengedhetetlen a boldoguláshoz. Ha a hallgatóink tudnak élni a karáltal nyújtott lehetőségekkel, azaz magas színvonalon teljesítenek, úgy ösztöndíjhoz is hozzájuthatnak, külföldi tapasztalatokat szerezhetnek, elmélyedhetnek egy-egy jogterületben, így olyan végzett jogászok lesznek, akikre nagy szükség van felfogásom szerint Magyarországon, a magyar munkaerőpiacon. Miben látja a jogi pálya jövőjét? A jogi pálya jövőjét abban látom, hogy minden új probléma, ami érinti a társadalmat, a gazdaságot, a közéletet, a magánéletet, annak biztosan van jogi vetülete. A jogászokra, a felfogásom szerint igencsak szükség van, a Pécset végzett jogászokra is nagy szükség van, és hiszem azt, hogy ezek az új kívások olyan felkészült pécs jogászokat fognak megtalálni, akik erre a kívásokra megfelelő válaszokat tudnak adni. Legyen az jogalkalmazás vagy jogalkotás. Nem nagyon lehet a biztonsággal a jövőbe tekinteni, hiszen a rohamos fejlődés olyan kérdéseket vet föl, amik lehet, hogy ma még eszünkbe se juthatnak. De akárhogy is, az önvezető autóknak is vannak jogi vetületei. A mindenféle technológiai újítás fölvet régi és új kérdéseket, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, ami 20 éve is aktuális volt, ma is aktuális, de teljesen más kontextusban. Én azt szeretném, hogyha ezek az új területek, ezek az új Kívások, ezek az új feladatok felkészülten érnék a végzett hallgatóinkat. Mi jó munkát kívánunk Önnek, és gratulálunk. Köszönöm szépen.